egy nagyon rossz mérkőzés játszottunk. Fociról nem igazán lehetett sajnos beszélni. Nekem nagyon nagy csalódás volt a csapat teljesítmény az elmúlt mérkőzések után, mert tényleg eddig jól játszottunk, próbáltunk futballozni, helyzeteket alakítottunk, és több volt azokban a mérkőzésekben. Itt sajnos ez abszolút nem jött vissza, fölvettük mi is ezt az élelgető és brusztolós játékot érthetetlen módon, és két pontrugás mond, bedobást is váltam annak, hogy a két rögzített szituáció megpecsételte a sorsunkat, pedig nem mondhatom azt, hogy mentek a srácok, megtettünk mindent, helyzeteket dolgoztunk, de ez most minőségben is minden nagyon kevés volt. És utána sokkal többet kell tenni, hogyha a céljainkat el akarunk érni, vagyis el akarjuk érni. Gratulálok a Salgótarjának, mert mondhatom igazából, hogy megérdemelt ennyit a mérkőzésre. A legértékesebb a mai mérkőzésben az, hogy legyütöttük a három pontot. Idegesen kapkodva játszottunk szinte végig. A küzdelem, az akarattal ismét nem volt probléma. Ez ma jelentette a számunkra a három pontot. Ebben nőttünk az ellenfelünk fölé, illetve azt gondolom, hogy állóképességben is jobbak voltunk az utolsó 15 percben. Ott tudtuk a munkavállal fordítani a mérkőzést. Gratulálok a játékosainknak. Reméljük, hogy így folytatjuk.